Kassai László történész az imént feltette az én első kérdésemet, voltak éppen Heller Ágnes filozófusnak, kezét csókolom, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Mi szerint is miért nem tudja megszervezni önön magát a demokratikusnak mondott ellenzék? Általában sem a jelek szerint, de mondjuk a hortizmus térnyerése, a horti szobrok, a horti terek, a teleki emlékszobák és szobrok avatásával szemben sem. Kezdi magát megszervezni lassan a demokratikus ellenzék, lassan, de talán most már ténylegesen megszervezi magát. Különben ez alapvető szükséglet, és nem csak és nem kizárólag, emiatt a csúnya eset miatt, horti zobor miatt, hanem azért, mert a kormány katasztrófával viszi az országot, és az országnak elementáris érdeke az, hogy az ellenzék rendesen megszerveződjön, és ne maga között alakítsak a szekértáborokat, hanem ténylegesen meggyőződéssel fogjon össze. Van arra esély, vagy van arra egyáltalán módszer, hogy az ellenzék ne egy asztalnál önmagával vitatkozva és húz meg, erez meg alapon kialakítva az erőviszonyokat állapodjon meg 2014-re, hanem mondjuk figyelembe vegye azt, hogy a társadalomnak milyen igényei vannak, hogy milyen csoportok mögött ténylegesen milyen támogatottság van. Egyáltalán, hogy tudhatjuk-e azt, hogy mit akar ez a társadalom? Azt különben azért tudja az ellenzék, hogy mit akar ez a társadalom. Ott voltam az Együttnek a gyűlésén, és mind a három szónok olyan kérdésekről beszélt, amit a társadalom akart. Sok mindenről nem beszéltek, amit a társadalom akar, de amiről beszéltek, az akarja a társadalom. A legnagyobb baj az ellenzéknek az, hogy nem tudnak felejteni. Úgyhogy a felejtés képessége hiányzik belőlük. Tehát összefogásra van szó, mindenkinek eszébe jut, hogy a másik XY mit mondott 15 évvel ezelőtt, mit csinált 3 évvel ezelőtt, ezzel nem, azzal nem, amazzal nem. Ez a nagy baj az ellenzék. Ebben nem a kormány oldal szorítja be őket? Azzal, hogy állandóan a múltat rágja, és állandóan az elmúlt 8 év, meg a szocializmus bűnei. Tehát ha az egyik oldal állandóan a múlttal jön, előbb-utóbb elkezdek foglalkozni én a másik oldalon álló is ezzel. De nem szükségképpen. Nem kell, ne a másiktól tegye az ember magát függővé. Az embernek, ellenzéknek legyen meg a saját politikája, tökéletesen független attól, hogy mit mond a Fidesz. Nem is kell rá mindig reagálni. Mondta, hogy ott volt a Bajnai Féle Együtt 2014-es évértékelésem, láttuk, hiszen az ATV közvetítette ezt is, mint a többit is. A többin is látni fogjuk? Igen, látni fognak, bár minden ellenzéki megmozdulásra elmegyek. Látni fognak a DK-nál is, én nagyon szívesen összefogok azokkal, akik egy konzervatív pártot akarnak Magyarországon alapítani, akár megtörténik, akár nem. Mindenki fontos, aki maga akarja akadályozni, hogy Magyarország teljes katasztrófába süllyed. Na, hát ez a konzervatív pártalapítás, ez most így felreppent az elmúlt napokban a sajtóban, de mindenki cáfolja. De mindenki, akit hírbe hoztak vele. Engem nem az érdekel, hogy cáfolja. De tud erről valamit? Nem tudok róla. Csak azt mondom, hogy jó lenne. Hát van egy kívánság hangverseny. Jó lenne, ha lenne egy konzervatív liberális alakulat Magyarországon, mert hiszen nézze meg, Magyarország 50%-ból áll. Van 50 felen az országnak alapjában szocialista vagy liberális. Másik fele alapjában jobboldali, konzervatív. Nem lehet egy fél országgal kormányozni. Ezt csinálják most, ezt csinálja a Fidesz. Egy fél ország, vagy kevesebb, mint egy fél országgal kormányoz, és a másik félről tudomást se vesz. Ezt nem szeretném. Azért szeretném, ha lenne egy konzervatív alakulat is az ellenzékben, hogy ne csak Magyarország 50%-a legyen képviselve az ellenzékben, hanem legalább 75%-a, azzal lehet már valami kezdeni. Hát gondolom egy filozófus, vagy én úgy képzelem, aztán majd elmondja, igen, rosszul képzelem, nem a GDP adatokat böngészi, hanem ennél mélyebbre próbál gondolni, és megpróbálja érteni, hogy működik egy kormányzat. Mi a mozgatórugója? Van-e mögötte ideológia, vagy csak a napi haszonelv működteti? Hogy látja ezt a mostani kormányzatot, hogy az ideológia mentén működik, vagy a napi túlélés és ha majd lesz valahogy alapján, mint hogy az ellenzék ezt gyakran mondja? Ideológia nincs ennek a kormányzatnak. Az egy nagyon halvány, nacionalista, fundamentalista, nacionalista ideológiája van, és néha kereszténységgel is kacsintgat, de hát ez nem igaz ideológia, mert erős ideológiája van egy kormányzatnak, az mindig ellene fordulhat. Gondoljanak a Rákosi korszak ideológiájára, ellenük fordult, mert a támogatóiknak a 80%-a ellenük fordult 56-ban. Tehát ideológia veszélyes.
számon lehet kérni a szavak és a tettek közötti feszültséget, ellentmondást. De a kormánynak nem ideológia, a kormánynak stratégiája. A stratégia az, hogy mindenhova hűséges embereket állítson. Ebből a szempontból ennek a pártnak a szerkezete, mint amit annak idején Lenin demokratikus centralizmusnak nevezett, hogy egy katonai szervezet, van egy parancsnok, többi engedelmeskedik. Na, ilyen szervezettel szemben nagyon nehéz megszerveződni, mert nem is számíthat az ember rá, hogy az emberek ideológiai szempontból talán szembe fordulnak a saját pártjuk vezetésével, vagy egyes alakjaival is, mert ha nincs ilyen szempont, csak az a szempont, hogy hogyan engedelmeskedünk, akkor erre hiába várunk. Nem azért, mint nem lenne számos tisztességes, jó, rendes ember a Fideszben. Akár a parlamentben is, biztos vagyok benne, hogy van. És az emberi tisztesség az nem pártok szerint van elosztva, hanem a szerkezet olyan a Fidesznek, hogy engedelmeskednünk kell, mert ha nem állnak be a sorba, ki lesznek rúgva. És ez nem csak megélhetési kérdés. Lehet azt mondani, hogy mindenki a pénzes, pénz érdeke. Én azért ezt rágalomnak érzem. Az emberek szeretnek valamit csinálni, én filozófiát szeretek csinálni, van, akik politikát szeretnek csinálni, nem szeretnek kiesni abból, amit csinálni szeretnek. Ez is egy szempont lehet, nem csak a zseb. Mondott két meghatározást a Fidesz politikájának meghatározására. Az egyik a nacionalizmus volt, egy enyhe árnyalattal, azt hiszem így fogalmazott, a másik pedig a kereszténység, és ugye mind a kettőnek kicsit ellentmond az, hogy a szegényeket milyen módon hagyja magára ez a kormányzat. Ha és amennyiben megint csak az ellenzéknek igaza van. Nézd, az ideológiának nem az a szerepe, hogy igaz legyen. Az ideológiának az a szerepe, hogy a tényleges funkciót, a tényleges törekvést eltakarja. Csak nem akarja azt mondani, hogy a kommunista ideológia, a kommunista gyakorlattal volt azonos. Ők azt mondták, hogy megszüntetik az elidegedés, minden szegény segítenek, ilyen és olyan ragyog országot teremtenek, mindent megígértek, semmit se csináltak meg. Az ideológia arra való, hogy olyan embereket mozgósítson, akiknek nem igazán fontos a szavak és a tettek közötti ellentmondás. Na most éppen azért mondtam, hogy halvány ideológiával Fidesznek. Egy ilyen halvány, felvizesített nacionalizmus, ha még a fundamentál nacionalizmus is, ugye, mint a székely zászló, meg ezek a voltak éppen értelmetlen vitapontok, ezek töltik be úgy a propaganda szerepét, és ami nagyon fontos, az állandó győzelmi retorika. Na most figyeljen meg, én most 83-es vagyok, nem sokkal 84 leszek. Az egész életemben mindig győzelmesen haladtunk előre. Én ezt megszoktam. Ugye gyerekkoromban minden fronton győztünk, rögtön megnyerjük a világháborút. Ez azzal végződött, amivel végződött. Aztán Rákosi korszakban állandóan mentünk előre, gazdaságilag csodálatos kollektivizmus, még az 56. Kádár korszakban elérjük és meghaladjuk a legfejlettebb kapitalista országokat egy főre jutó termelésben. Tudjuk, mi lett az eredmény. Megszoktam. Minden kormány Magyarországon állam közölt, hogy mi hogyan győzelmeskedünk. Most, hogy nem unják meg az emberek, azért nem, mert itt rövid az emlékezetük, nem tudják, hogy mi mindig győztünk. Hát meg a győztes mellé akar mindenki állni, és hogyha valaki azt állítja, hogy ő már győzött, ott könnyű. Hát igen, ez állítják, hogy ez a retorika. A másik oldalon viszont nem kell meghatározniuk magukat ideológiailag? Elég, hogyha különféle pártok valami laza, vagy komolyabb szövetségben mutatják magukat? Az ellenzékre gondol. Igen. Nem kell ideológiailag meghatározni őket. Elég azt mondani, hogy a jogállam oldalán állnak, hogy vissza akarják állítani az ellensúlyoknak a rendszerét, vissza akarják állítani a hagyományos törvényességet, a teljes sajtószabadságot, és ugyanakkor olyan szociálpolitikát akarnak folytatni, amely nem a szegényeket csarcolja meg a gazdagok javára. Ez fontosan elég. Ez még nem ideológia. Ezt elfogadja egy konzervatív, elfogadja egy liberális, elfogadja a szocialista. És talál olyan embert az ellenzéki oldalon, akit személyében is elfogad a konzervatív, a liberális, a szocialista mindenki? Ezt még egyelőre nem látom. Ezt nem is látható, ilyet nem jelentek meg igazán a pártok
végleges arca. Nézze, az ellenzéki pártok is különböző eszméket képviselnek. Nem ideológiát, eszméket képviselnek. Ugye a modern világban három eszmerendszer van. Konzervatív, liberális, szocialista. Más eszmerendszer nincs. Különböző eszmerendszereket képviselnek. De az eszmerendszerek bizonyos minimál program alapján összetudnak egymással szövetkezni. Összetudnak állni. Nagyon sok helyen jött létre koalíciós kormány, mondjuk Németországban, Angliában, vagy akárhol, de én nem koalíciós kormányra gondolok, mert hiszen koalíciós kormány csak egy választás után jöhet létre, akkor jön létre egy kormány, hanem megegyezésre, összefogásra, vegyék tudomásul az ország érdeke, most a legfontosabb. Lehet, hogy ők jól megvannak akkor is, ha Fidesz újra győz, mert hiszen bekerülnek a parlamentbe, megkapják a képviselő jövedelmüket, és hogy miért ne? De az ország számára az katasztrofális lenne, és ezt jól lenne figyelembe vennék. Intő szavait köszönettel fogadom. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.